Nem, az én szemgolyóm kapálózik egy kicsit. Jaj. Jó napot. Jó napot. Hát, mit keres erre felé? Hát, Kocsváros, uram. Megneszeltük az apró lehetőséget, és gondoltuk, hogy a jó bizalom érdekének építésében hozunk egy kis ajándékot. Bármint az esküvőre jött? Így van, így van. Alig. Nagyszerű. Esküvőn vagyok. Streamben. Jöjjön neki csak utána. Hagyja csak valahogy itt a lovát. Itt hagyhatjuk. Ha, nagyon jó. Persze. Kedves. De legelésznek. Oké. Okay. Ja. Na. És merre felé mehetünk? Csak kövessenek engem. Itt a templomban van az esküvő. Templom. Mert már is megmosod a lábadon? Nem. Muszáj volt, hogy ja, azt láttam. Ja, nekem is teljes értében ki volt ürelve. Ürülve a kulacsot. Igen, még jó, hogy ki volt ürülve a kulacsom, mert mielőtt elindultunk volna, azért itt ittam meg keveset a kulacsomból. Rossz a Timo. Tessék. Adok magának valamit. Ezt kóstolja meg, frissen készült méssel. Igen, ezt úgy látszik, egy életre megkaptuk a méssörrel kapcsolatban, köszönöm. Legyen felmelegít. Azt hiszem már folyik a szertartás. Már. Pedig hoztunk egy kis ajándékot. Hát én is hoztam ajándékot. A miénk egy igazi édesség. Igen. Megédesíti a hangulatot. Az állandó várakozás... Nem akarom. Azért kérdeztem Márt. Brennan, tette a tüzet a sárkánypor után? Hát nem ott, ahol szerettem volna. Adjon Isten, jó estét mindenkinek, uraim! Jó estét! Jó estét, Marc! Jó estét! Jó estét mindenkinek! Estét! Kedves! Jó estét! Foglalj csak helyen! Nem hogy értek ide előre, van itt két szabad hely. Ah, köszönjük! Menjünk előre. Nos, akkor mi lehet a helyen érkezett? Ütsök le. Mindenki megérkezett? Fadir? Azt hiszem, igen, kezdhetünk. Yeah. Igen. Nos, kedves egybegyűltek, köszöntök mindenkit a Szent Templomomban. A mai nap egy szent köteléket fogok megkötni. Az északi istenünk, Ymir istenünk szerint is a házasság egy szent dolog. A mai nap Fadir és Wulfia fog megházasodni. Wulfia! A Máté! Az óriások és a jöttünök is úgy születtek, hogy Ymir összeesküdött egy óriás nővel, amivel létrehozták a jöttünöket és az óriásokat. Nos, remélem, hogy Wulfia és Fadir házasságából is erős északiak fognak megszületni, akiket itt Mjöngárdban mindig is szívesen fogunk látni. Fadir és Wulfia, kérlek, fáradjatok elém. Nos, remélem, hogy a házassági köteleiketek
örök életen át fog tartani életetek végéig, és utána a Valhallában is, Valhallába is fogjátok vinni magatokkal ezt a szent köteléket. Csatába kell meghalni. Wolfia. Kérsz egy kortyú? Kérlek, ismételd meg szavaimat. Én, Wolfia. Én, Wolfia. Ymir szent istenünk előtt. Ymir szent istenünk előtt. Egész életemben és halálom után is. Egész életemben és halálom után is. A Valhallában történő harcokkor és az utána lévő nagy lakomán is. Bocsánat, nem értettem a morgás miatt. Nos. Élete végéig, és Valhallában a harcokkor és az utána lévő lakomán is. Valhallában a harcokkor és a lakomán. Tisztelni és szeretni fogom a páromat. Tisztelni és szeretni fogom a párom. Rendben. Fadir, kérlek, ismételd meg szavaimat. Én, Fadir. Én, Fadir. Életem végéig. Életem végéig. Ymir szent istenünk előtt esküszöm. De hiányzik a varázsra. Ymir szent istenünk előtt esküszöm. Hogy életem végéig, utána Valhallában, a harcokban, és az utána lévő lakomán is. Ez kicsit valami egy kicsit be, hogy mondjam, esőtől nem hallottam. Nos, életem végéig. De jól kezelik. Életem végéig. Életem végéig. A Valhallában. A Valhallában. Az ott történő harcokban és az utána lévő lakomán. Az ott lévő harcokban és utána lévő lakomán. Szeretni és tisztelni fogom a páromat. Király! Szeretni és tisztelni fogom a páromat. Rendben, kérlek, húzd rá Wolfia kezére a gyűrűt. Megfogom a jobb között és óvatosan a gyűrűt, újra ráhúzom a gyűrűt. Wolfia, és most te húzd rá Fadir kezére a gyűrűt. Nem bírom megállni. Én is megfogom a kezed és ráhúzom a kezedre a gyűrűt. Kár, hogy nincsen ilyen animáció. Ymir szent istenünk már előtt, megoldható. És az északi törzs előtt, itt Mjöngárdban, ezennel házaspárnak nyilvánítalak titeket. Kérlek, csókoljátok meg egymást. Na, azt viszont meg lehet tenni. Akarom kicsit hátrébb állna. Na, megcsinálják, megcsinálják, ez az. Éjjel! 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 Gratulálok! Nos, akkor kezdődjék a reggelig tartó ünnepség. Irány a főház. Jó hallom. Ymir úgy látszik, hogy villámokkal ünnepli az esküvőt. Végre vitt ide értem. Kinek kell adni az ajándékot? Fadér, ez már a ti részetek. Fiát vezet, kérlek meg kicsit, akad a szemem. Gyorsan. Talán megyünk be a főházba, ott kényelmesen leülhet mindenki, és ott átadhatjuk az ajándékokat. Nagyszerű, köszönjük. Kedves. Ott találok, barátom. Köszönöm, barátom. Barátom. Minden jó, testvérem! Brelant ki fogja hozni? Itt Mjöngárdban mindig... Itt Mjöngárdban mindig szívesen látunk titeket. Köszönöm, köszönöm. Látom. Hozom én. Szerintem Brelant nem akar még ilyen kicsit. Ymir, jó mondom, főpapúr. Így van, jelenleg Ymir is jelen volt ezen a szentesküvőn. Igazán jó bánta a papa szavakkal, nem gondolod, kedves? De.
De. Viszont, hogyha még megiszok... Viszont, hogyha még megiszok pár korsó sört, akkor még lehet Imir is megjelenik előttem. Hát, ennél kevesebbre nem is számítottam volna egy ilyen jelenes eseményen, mint hogy megjelenik maga az Istenek avatárja, hogy megdicsőítse ezt a napot. Azt azért nem terveztem a mai nap. Hát ha az lett volna a cél, hogy elájuljak, akkor nyugodtan mehetett volna. Istenőrét, eleget cipelek így is a vállamon. Végre lenne szükség, csak szóljon árban. Az már a te hibád. Tessék. Foglalj csak helyet, kedves. Mindjárt jövök, csak leadom az ajándékunkat. Tiszta szép örülök nektek. Ja. Ajándékkal. Remélem, hogy használt veszitek. Magának kell odaadni az ajándékot? És drága köveket hoztam nektek. Nem, én nem ide valósi vagyok, ne nekem adja az ajándékot. Én csak megjönni, megnéztem az esküvőt. Hasonlítok, remélem, hogy használt veszitek. Uram, szerintem... Szerintem a mennyasszonynak vagy a vőlegénynek adja az akkor ajándékot. Aztán akkor ezt mindenféleképpen a mennyasszonynak kell, hogy odaadjam. Köszönj, barátom. Így van. Hiszen ez az ő napjuk. Á, jó volt cimborám, Mózes, gyere csak ide! Hidenes kérlek, kedves kiállás a veszélyt. Figyeljetek le a fentre. Hát... Épp a szememmel... Dino. Abrának. Gyere velem, kérlek. Adjuk át az ajándékunkat, amint ja. Páros sorra életükben páratlan boldogságot kívánok. Egy kis ajándékot is hoztam, hogy jobban teljen majd közös életünk. Köszönjük, matrosz barátom. Köszönjük. Esély, hozzam önöknek egy borítékot, meg egy köcsög, fogadják. Itt egy boríték, meg egy köcsög! Asszony, ez kurva jó! Itt egy köcsög! Friss, vegyen minden! Opa! Kicsit hirtelen vagyok, bocsássanak meg! Annyira meg vagyok illetődve, gyönyörű volt a szertartásuk, és... Na, hogy fogadják el tiszteletünket Dina kisasszonnyal? Ankelóniából érkeztünk, jó magam Malek vagyok, és kedvesem Dina a Zuagir törzsből. Szeretnénk leróni tiszteletünket és átadni ajándékunkat eme jeles eseményen a kedves párnak. Nem, és örvendek az is, hogy megismerkedtünk. Kérem fogadják ezt nagy szeretettel, és fogyasszák el édes szájjal, úgy ahogyan csókjaik érintik majd egymást az éjszaka. Igaz, hogy itt nem illik más istenségek nevét szánkra venni, ezért úgy mondanám, hogy az anya legyen, ki testüket végig csókolgatja, és vezeti kezüket a kém minden oltárán. Köszönjük. Köszönjük. Dina, esetleg egy pár szó? Teljes mértékig ki merítetted a szavaknak a súlyát, Malek. Akkor engedelmükkel csatlakoznék az asztalfőhöz. Kérem. Nos, mindenki foglaljon helyet, igyanak, ünnepeljen. Nekem is lenne egy ajándékom. Itt van úgy a második bocsa. Köszönöm. Csak neked. Tudom, hogy elvesztetted a... Szerintem ide a hátsó zsebbe esett. Á, igen. Szereti a B-sört, ő így. Hát már egyből még sört. Jó, remélem jól szolgál majd. Hát mindenképp. Főleg, ti neveltétek biztos Nem, nem volt idő egyeztetni. Ezt is most találtam ki. Hogy tetszett? Hát ilyen szép a ruhád. Most már legebb látom. Jó, jegyezd meg, többet nem látod rajtam, barátom. Perfekt volt. Köszönöm. Az egészet improvizált. Pedig jó lett. Az nem semmi. Nos, Fadir, esetleg, hogyha ráérsz, kérlek, mondjál egy poárkoszt, tájj felé. Most átadom az én ajándékot. A szavakat igen meg... Átadom az én ajándékot, azt halljátok! Nem, hogy akkor tudják, hogy adják át az ajándékokat, utána Fadir mond egy poárkoszt. Hát ezt ráhagyom párunkba. A szerencsétlen északi állat nem tudja odaadni az ajándékát, mert nem tudja végigborogni. Jóhalálában siettem vissza a városba. Na ez igazi ajándékotokra nem van a városban. De ezt így... Az igazi ajándékotok. Fogadjátok el.
Remélem végig tudja mondani a... A jó fog mutatni a konyhába. Te továbbcsáó végig fogja tudni mondani, remélem. Köszönjük. Két ajándék az nem van a városban. Éljen az ifjú pár! Hey! Húfia! Éljen az ifjú pár! Szerény ajándékot szeretem odaadni nektek. Remélem jó hasznát veszitek. Köszönjük! Köszönjük! Valós! Remélem, hogy kirakják az ajándékot az asztalra. És megvéled vele Húfiát. Az életmárán is. De tényleg... Én park köszöntött, nem nagyon tudok mondani, mert nem vagyok a szakembere, inkább. Azt hittem, Fadirnak kell a vélem. Gratulálok és sok boldogságot kívánok. Valami, ez a remélem szóval van, hogy szerintem. Ha nem marad, ne együtt megkeresetitek a vezető úton. Köszönjük. Sok boldogság. Köszönjük. Egy gyors jött lovamhoz. Kimegyek, mert kicsiket nehéz lesz az erszényem. Na. MSZ-en most... állat kísérje és védje utatokat. Na végre át bírt adni? Nem, az a baj utolér. Szerintem nagyon szépen köszönjük. Az ott az igazi északi virtus gyerekek, aki ott szarrá volt a tovább. Végig borogtam. Mindjárt jövök, én is elmegyek az ajándékomért. Nem. Senki nem maradjon szomjasan. Én meglekakolom az ajándékokat, mert már kicsit sok. Hát morog, egyfajtában kurva jó. Imádom. Remélem majd a tortát, az ajándékokat, hogy szép tűnye kiteszik az asztalra. Igen? Azt mondtam, hogy az egyik farkas vagyok, hogy rakják le az asztalra. Igen, tudom, mindjárt. És nem ismerik, főnök úr, nem szól valami zene, nem verik a dobokat? Majd, hogy mondod, tényleg. Nagy a csönd. A zené... Zenészeket lassan, de biztosan valahogy megoldjuk. Azon... Jelenleg is törjük a fejünket, hogy... Hát... Benne, utána nézel a zenészekre? Hova futottak ezek egyet. A zenész? Eléggé nagy tapasztalatom van a zenészeknek a megregulázásában, ha kell, akkor segíthetek. Én igazán tehetséges énekes vagyok, perceken belül kiürítem ezt az egész termet, ha nekiállok. Jelenleg, eleket tudom. Egy jó matróznózát. Sajnálatos módon tönkre ment a csodadoboz, véletlenül belekönyököltem. Akkor az mellettem szól úriembernek ékes hangját kell hallgatnunk. Katalina, miért nem foglaltok ti is helyet? Ja. Nos, esetleg Malek, hogyha tud segíteni, annak meg köszönjük. Szeretnétek otthon. Ha ténylegesen tönkrement a dolog, bocsáss meg kedves, vagy csak viccelődnek. Húfia, én átadnám nektek akkor az utolsó ajándék. Húsz barátunk már jól érzi magát az asztalra. Nos, a Zéna zene. Jó. Ha jól tudom, ez Imi Rénekének a 432. verséből a harmadik szakasz. Bocsáss meg. Sarapni való. Látom, amíg elszórakoztam addig, és kitálalták a tortát. Megkóstolták már? Igen, üljünk le az asztalhoz a többiekhez. Nagyszerű. Üljön le minden. Már csak az a kérdés, hogy a tánchoz hol lesz itt hely? A tánchoz? Felborítjuk az asztalt, nem jó északi módjára. Éjj, vagy, hát, mi éjszaki jó kis csörte. A táncnak is szoktuk nevezni. Most Fadir, hogy érzed? És ezt akartam mondani, hogy inkább a ringben táncolunk. Vegyetek fel rúst. Ennek örülök. Nem mindenkit boldog, nem mindenkit boldogít a házasság, de örülök, hogy téged boldogít. Milyen biztosan hogy szavak hagyják a szájukat. Csak viccellek, tudod, barátok? Jó, ma nem is zenél, ital van a kürtjében, láttam. Tudod, mit mondanak, barátom? Boldog feleség, boldog férj. Hát... Enerbátmerre nem nyilatkozok. De az nézben. Csak nem mersz mondani semmit, le merem fogadni azért. És milyen gyerekre gondoltatok esetleg? Fiúra vagy lányra? Mi egymásra? Sorrendben. Majd ő eldönti? Majd ő eldönti! De... jó! Gondolom mind a kettőből harcos lesz. Így van. Jó északi módjára, ezt már.
megtanítjuk mi őket harcolni majd. Tanítod. Ja, igaz, tanítod! Tanítod! Hát, én már tőled is kezdek félni. Miért, Wolfia, te igen jól harcolsz. A tegnap? Láttam. Annyira nem. Csak nem hiszi el magáról. Nos, uraim, akkor kocincsunk és húzzuk, nézzük meg a korsónak a fenekét. Hogy szokták mondani? Skol! Éjjel az ifjú pár, Skol! Skol! Éjjel az ifjú pár! Éljenek soká! Éljen az ifjú! És halljanak meg átvágott torokkal egymás mellett a csatamezőn! Éljen az ifjú pár! Egészségetek! Nem! Egészség mindenki. Csak akkor juthatnak egyszer a valhallába! Nyugodtan foglaljátok el a helyeteket ti is! Csak utána Dolphia! Nos, maga a fogadósul, igaz, akivel nemrég beszélgettem, nem igaz? Volt, amikor ott voltam Ankeloniában. Így van, így van, így van, Malek vagyok. Együtt vezetjük a héjafészket jegyesen Medinával. Ja, a Zuagir törzsnek a vezetőjének az egyik húga. Tessék, Mózes, foglalja helyet. Ó, oh, örülök. Ó, oh, köszöntem. Nos, húga is. És? Hogy megy a sorsot az új Ankeloniába? Hallom, csak most lett megépítve. Nem berendezkedtek már? Akarsz te mesélni, kedves? Ah, nagyon el van koncentrálva, szóval... hát igazából nem tudom megmondani, nemrég jártuk körbe teljes mértékben a várost. Én megmondom őszintén, hogy kicsit szétszóródott a hely, de viszont szellős. A héjafészek környékén egyébként minden rendben van. Vendégek jönnek, mennek az üzletek. Bár még annyira még nem sikerült eladnunk a beszerzett holmiknak a nagy részét. Tudja, mi foglalkozunk csecsebecsékkel, járulékos dolgokkal, kisebb-nagyobb dolgokkal, meg rosszabb meg. Meg gyengébb minőségű fegyverekkel is, még ha ütött kopott, akkor is. Van, akinek az is jó. Ó, ez érdekesnek hangzik. Igazán jó üzlete lehet akkor. Ó, nem panaszkodunk. Nemrégiben elmentünk egy kicsit túrázni, úgymond Dinával, és kinyújtóztattuk a lábunkat, szereztünk néhány kulcsot, és Powers of Fragmentet is ebből a ritka kavicsokból. Remélem lesz, aki majd érdeklődik utána. Na, már is megvan az első kötözködő kedvünk. Medál. Majd egy kicsit később a ringben. Hát ez csak egy baráti taski volt. Biztos vagyok benne, nem fejszét indított végül is. Nem gondoltam volna, hogy ma is használatba veszük az arénát, hiszen ma lett megjavítva a tegnapi után. Hát mi? Mit hát történt? Nem lesz az hosszú életű, ugye? Hát nem. Az ivás után. Tudja, néha mi úgy ünnepelünk, hogy harcolunk északiak módjára. Tudom. Meg a jó harcosokat tisztelik igazán, azt is hát, hallottam. Főpapúram, akkor az arénában engem meg Einárt ne engedjen be. Hát igen, az egy napos küzdelem lenne. Hát lehet, remélem nem tisztelt, sértek meg senki, de a legszebb ruhámat vettem föl erre a rendezvényre, nem igazán szeretném összekoszolni. Nem kötelezzünk mi senkit, csak aki akar tudja. Köszönöm. Máshol is meg lehet küzdeni, a korsó mögött is. Ahol nincsen semmi probléma, ebben van bőségesen gyakorlatom. Tanúsíthatom, és mint bizton állíthatom, hogy mielőtt megérkeztem, megküzdöttem már 3-4 korsóval, mielőtt ide érkeztem. Zenések valami volók, vidámabb van. Valami vidámabb. Temetésen vagyunk. Hát szerintem már meg tudják kérni a jó urak is, hogy tudják használni, vagy lehet, hogy nem. Már is megnézem egy fél pillanat. El van ez átkozva, ez a zenedoboz. Tanulják meg maguk is ezt használni. Oh.
Remélem. Remélem most már ezek jók lesznek. Köszönöm. Igazán pompás a fejgészed. Ó, micsoda névzene. Na, Mózes már kezdte. Figyeljétek, Mózes. De ezek jók. Mi, magyar vagy kortyot nekem is ér? Mózes táncol a legjobban. Így van. Semmi baj, semmi baj. Megindult a lába. Nem tudom. I will tear your head off your body! Hadd értenem, százalat? Hinde értem. Tudod, ilyen táncos vagyok, nem martos. Na hát, nem vagyok éjszak ide. Megengedik. Na. Csak volt hatással ez a vésső. Nekem is melegem van. Ezt öröm nézni. A matróz milyen jó a zenél. Így van. Jobban még egy kortyot adja gyorsan. Az öreg Mózes milyen jól nyomja. Tájogna az ifjú pár is. Nem tudok táncolni, az a baj. De egyszerűen. Hát akkor most megtanulsz. Várjuk, hogy egy... Jó, Mózes! Na jó van. Hopp. Na hát. Éljen az enészeknek, szép volt! Éljen! Várjátok csak mindjárt! Hoppá! Ez az az, amire gondolok. Jaj, Mózes! Ja, ez az. Hagyjál, Mózes! A mesterük belelendült. Szerintem egy kicsit túlságosan is. Azért nem, még mikusra táncolok, azt figyeljétek. Jó. Nyomja a Mózes! Nyomja! Ezt holnap majd érezni fogok! Azért az, hogy korsóval a kézben elég érdekes. Mely ez nekem kérdés? Hoppá, már a belső balta elrepült. Ez nem az első volt.
Kapitán Brennan! Jaj, bocs! Nem a baltákra tűnik! Ó, Katalina, megkarmoltál! Nem, bocs! Na, a durva görcsöt kapott a baltát, ha igálás. Azt mondtad! Nincs északi esküvő, erőszak nélkül. Hogy kilóg a balta a fejéből? Nem gondoltam, hogy éjszakon egy matróz fogok látni. Az igen. Jó volt, jó volt! Éljen! Várjál, visszakom. Elkaptam egy! Elkaptam! Elkaptam! Ez most már az enyém! Elkaptam! Mi a baj? Csak megfeszültem egy pillanatra. Hoppá! Hát csak megy nagyban a mulatozás. Helyes. Helyes. Nem bírok leállni. Hogy igen, beütött a görcs. Oké, vigyem. Na jó. Látom, Katai, nagyon szeretnél. Segítség. A kezdet szeretném, hogy elkezdett használni. Igen? Ja, csak lemaradtál a... Látom, kezdjük lenni a hangulatot. Húha, ajjaj. Na, menjünk ki! Na, már kezdődik! Aztán nézhetjük, ahogy a harcolnak! Uram! Uram! Vagyis, hogy is hívnak téged? Igen. Na, rakulj, de mi ez a... Miért van olyan fejed, mint... Na, valami baj, hogy rúg meg a hátam egy kicsit, tehát megörcsöl. Ajajajajajaj! Ez jó! Köszönöm! Jó estét, faszfej uraság! Na, akkor gyere, kezdhetjük is a mai testmozgást. Na, rendezzétek le! Húzja! Akkor gyerünk befele! Gyerünk! Na, gyere! Most akkor ki fog kiállni faszfej urasággal? Aki így nevezi? Uram, maga! Nézzük! Szóval akkor én? Fel sem azt hittem, hogy te is bemint a lépába. Imir nyaklánca meg fog engem védeni. Én is az akartam. A zenedoboszt kihozták ide. Hozzuk ki a zenedoboszt. Strici, kocsmáros strici! Még mit nem tudom, hogy most használni. Ma kapta tőlem ajándékba. Imének ez szent. Hello! Üdvít! Nem tudom, melyik marok folyton. Sanyikám. Sanyi! Sanyi! Hát... Akkor szabadulj meg tőle. Elnézést. Kicsit túl pörögtem. Köszönöm szépen, Scott! Hát! Ez szép volt! Szép volt! Na, meg gyors is. Ere fel, barátom! Más se számít. Már szeretem Eidát. Aki szeretne, az menjen. Tartani. De az úgy nem ér, hogy mi nem harcol. Én szívesen kiállok valakivel. Mai nap nem. Új, nem, esküvő volt, csak az elején volt az egésznek. Szóval északi esküvő volt, arra hoztunk tortát, meg ugye jelentünk meg.
aztán, hát kérték, hogy csináljak egy kis zenét, mert nem, nincsenek fölkészülve belőle, azt segítette megcsinálni. És most ugye volt egy kis táncmulatság, most meg ölik egymást. Jó emberek módjára. Kinek volt esküvője? Halvány fingom sincs. De csak eljöttem. Igen, vitte magába. Ő dupla veszélyes. Elnyel az új fejtét, hogy szolgál, amit egy, a Wolfia, meg az a csaj, nem teszem be a neve. Neki, honnan jön neki? Valaki vállon lett. Predám, hogyha jó szokása ez. Nem mindenkinek nem tudom ám a nevét. Nem pillanlik az a szegény hiéna. Ki volt ez? Ez szórakozol? Egész ügyes a kalóz. Igen, én láttam már többször is arcát. Matróz! Adjál nekem is egy kettőt, és oda szállok. Na akkor Skoll! Egészség! Egészség! Úgy mondanám, hogy a közé, ez ilyen hájbor ilyen korszak, inkább ez ilyen az elveszett idő, úgy szokták. Tényleg a mai nap, ki házasodott párnak? Hogy is hívnak? A saját városukban megkérdező, hogy ki házasodott! Megküzdeni, az biztos. Ez jó harcot. Nem, most mi a baj főpapóra, hogy 20 percig egymásra, egymást ütjük, vágjuk. Elég mutató lesz. Én az ökölharcot jobban díjazom, az én mire kultúráltam sport, majd remélem, hogy majd hogyha... Majd amikor a Hia Fészaknál rendezünk majd ilyen játékokat, akkor majd ugyanilyen nagy virtussal fognak kiállni a küzdőtérre is, kedves. Azt mondja, mindenféleképpen jól le kell konferálni. A vállam! Oh. Szedjék ki belőle! Nem, nincs pártnél rajta, üdődöttek! Nem hogy itt! Med... Főpap, nem is húzom! Hogyha mégis harcolok, akkor megharagszol? Igen. Most? Megbeszéltük, jó, hogy... Jó van, uram? Nem. Ez csak egy kis karkolás. Elvizést az öcsémért, itt van egy kis közszeres segíteni fog. De nem harag? Olyas, egyél még egy húst. Ez az! Redard, most már fejezd be! Még egy nyilat meglátom, esküszöm, de vágom a fejét, aki meglővi. Köszönöm! Szerint nincs mi. A vendégeket ne lövöldöd! Ne haragudjon a kellemetlenségért! Semmi különös egy... Megcsípett egy szúnyog a picsába. Itt van valami, volt az előbb egy tök animáció, nem? Na ide, most nem találom, de itt mindenre van animáció, amit látjátok. Volt mestered ellen. Na, szóval mielőtt durván vába lőtt volna valami barcsát, azt akartam mondani neked, hogy a Hia Fészeknél majd megrendezhetnénk ezeket az ökölviadalokat, ha már ennyire vérszomjasak, így az északi népek biztosan tetszene nekik egy kis kultúrát ökölsport. És szerintem egy pillanat is jövök, és most és a miért kultúrát, hogyha ökörrel ütik egymást az emberek, amikor a penge az igazi harc. Medard! Hát, ezt úgy kell elképzelni, képzelj el, hogy fellépnek mindketten az arénába. Gombszóra indul a játék. Már ugye rendesen fel van konferálva, és csak is kizárólag a gatyájukat kell, hogy magukon tartják. Egyébként csak ökörrel szabad egymás ellen küzdeni. A lényeg az, hogy le kell szorítani a másikat az arénából, ki kell ütni onnan, vagy addig verni, amíg az eszméletét nem veszi. Értem, tehát ez valami szűk küzdőtér? Így van, körülbelül akkora lehet a hely, mint innen a falig. Hát majd, hogyha megrendezi, majd elnézni, biztosan. Kipróbálnám én is, hogy milyen ez. Ó, biztosan meg fogjuk rendezni, hát a Dinával már nagyon régóta tervezzük, csak Byron úrnak a... Hogy mondják már, kedves, az engedélyére várunk, mert ugyanis a városi megnyitónál akarja ezeket megtartani. Hogy is van, Dina, a program? Mit mondott Byron úr?
először a város megnyitó előtt megtartják ezt a temetést, a Warren Kahn-nak a temetését. Igen. És utána lesz egy városalapító megnyitás, amit természetesen utána a Dina és én köztem lévő ugyanilyen ceremónia fogja majd zárni, mint náluk maguknál, ugye esküvőt tartunk, és utána valószínűlegesen rá egy pár napra megszervezzük a héjafészeki játékokat, árveréseket és csatározásokat, már elég régóta tervezgetjük ezeket, csak annyi dolgunk van, hogy hogy szokták mondani, a segünkön veszük a levegőt. Aha. Eléggé sűrű programnak tűnik, ez minden egy napra? Nem, ráadásul még szétosztva is. Ami Bredan, légy szíves vélem. Na hát, és akkor még így esküvő, legalább látjuk majd a különbséget. Ó, hát remélem majd eljönnek a Derketto istentiszteletre is. Kifejezetten nagy látványosságnak tervezzük. Azt is mi ketten fogjuk levezetni Dinával. Jó magam fogom tartani a pulpitust, és Dina meg ugye asszisztál. Derketto, hát akkor a főpapnő nem lesz jelen? Hát én nem hallottam semmit a főpapnőről, jó magam mondtam Byron úrnak, hogy nagyon keveslem a programokat Ankelóniában, ezért mindent el fogok követni azért, hogy elhalmozzuk a várost programokkal, és az, hogy nincsen megfelelőképpen Derketto istentisztelet, az kifejezetten felháborító. Ha megnézték, jártak már a héjafészekbe, a felső szinten is megcsinálhatnak egy gyönyörűséges Derketto szobrot, kifejezetten a lányok lábánál, hogyha megnézhetik, és a bujaságot és az élvezeteket maga Derketto istenő szobra előtt élhetik át. Na most ezt képzeljék el egy sokkal inkább erre a dologra kiélezett helyen. Fantasztikus lesz. Vér és orgia egy helyen. De is van valami speciális öltözék, vagy az ember csak oda megy beszélni? Emit? Igen? Nyugodtan mondja. Ja, hát a megjelenés nagyon egyszerű lesz, egy egyszerű szakadt ruhát elég, hogyha fölvesznek, és egy Sandstorm maszkba kell megjelenni. Nagyon egyszerű, ugyanis mivel Derketto istennő, ugye az élet és a halál istennője, ezért áldozatot fogunk bemutatni. Jó magam, át fogom vágni egy áldozatnak a torkát, és a vérét majd szét fogom osztani maguk között, amit majd Dina fog szétvéni. Kérem, Marek, egy kicsit ne mondjad ilyeneket, mert itt hugár még felizgul a vérlátvány. Szóval, de maga volt kíváncsi a rituáléra, én csak elmondom. Szóval, bekenik a testüket az áldozati vérrel, majd miután bekenték a testüket az áldozati vérrel, és elmondtam a dicsérő szavakat, akkor Derketto istennő palaszba zárt lehelletével föláldozzák azokat az embereket, akiket elő fogunk ott készíteni. Ha ez megtörtént, Derketto istennő tőrével belemártják a testébe, és az ebből kapott fiolát elfogyasszák, s majd utána Dina széthordja maguk között az ételt, amit ebből szereznek, és megkóstolják Derketto istennő testét, s megmámorodva az íztől s a vértől, a haláltól életet adnak. És kezdetét veszi az orgia. Az istennő teste, értem, akkor a kiszabolyától is valami hasonló fiát akar összerakni. Most ő a férj és valóság között ki fogja hordani a szoknyát. Bocsánat, hogy megszakítom magukat, de viszont a házaspár harcol jelenleg egymással. Na lássuk! Meg milyen romantikus. Milyen romantikus. Nem csalok. Már kezditek? Hát mi csak most házasodtatok össze. Hát ezt tudod, hogy minden házasságra lehet. Jó, az a lehet. Azt hittem legalább egy napot kibírna. Az északiak szerint itt derül ki, ki fogja hordani a nadrágot. Hát én nem. Én nem kételkedem, ki hordja a nadrágot ebbe kapcsolatban. Én nem tudom, én inkább a nász éjszakára lennék kíváncsi, hogyha én lennék a vőlegény, de hát kinek mi? Az az előjáték.
Tényleg, Hugár, ugye mi is megjelenhetünk ezen a Derketó rendezvényen, ez nem lesz Imirnek nem tetsző dolog, ugye? Én, mint főpap, ezt nem tehetem meg, de viszont így nyugodtan menjetek. Á, nagyszerű. Nagyon hiányozni fog. Gondolni akár, biztos vagyok. Medát gondol közben Imirre. Meg lesz. Megkezdve a gond, hogy közben Imirre adod. Igen, Fadir, nyugodtan versz az arénát, majd küldjük a számlát. Oké, tudod, hol lakok. Itt Fadir, mert a sarokban leszel állítva, azt főszedsz minden nap. Hát ez inkább ilyen lovagi harcok tűnik nekem ezekkel a kimért csapásokkal, nem érzem benne az északi virtus. Mert ők igazából nem is éjszakon laknak, de viszont északi vér folyik bennük. Mondjuk igazából csak Wulfiában van igazi északi vér. Fadir nem északi. De viszont most, hogy megházasodott Wulfiával, így ő is átvette az Imir vallást, szóval most már van északhoz köze. Hát lehet, hogy köze van, de még nem látszik. Nem bújkálja a poncsot, ugye? Hát hogyha megnézi, azért Wulfia, akiben északi vér folyik, sokkal veszedelmesebben támad, mint Fadir. Azt észreveszem, az ilyen harci stílus... Már érzi a veszélyt, Fadir. Az ilyen harci stílus inkább Byron úrnak jönne be, pajzsok. Na, erről van szó. Wulfia megmutatja, mi az észak. Így van. Semmi baj, Fadi. Nem bujkálj, jól fog állni rajtad a szoknia. Egyszer hagyom magam, döntsd már, mit akarsz, asszony. Szeretne a pajzsod. Tudod mit akkor? Tudod a baj. Lássuk meg akkor. Hogy ez egy békésebb karakter, mármint így nem harcol. Ez a veszéd! Hanem ez inkább így okoskodik, szóval ennek inkább a szája nagy, amivel én játszok. Oh, igen, az csúnya executing volt. Hát azért vigyázz a ruhájára, neked kell kifizetned. Ez jogos. Hopp, benne van, abból már nem jön ki. Rendesen a vég. Cicaharc. Hát tudtam, hogy futóversenyt is tartunk. Fadil. Túl nagy az aréna. Hát azért ilyen nagy, mert a csatamezőn is rengeteg hely van. Akkor még nem harcolt, úgyhogy egyszerre 20-an szaladnak mell maga mellett. Hát ez ritkán fordul elő. Zamóriával rengeteg ilyet láttam. Sajnos részt is kellett vennem egy-kettőbe. Na! Na végre! Hát miért nem repültem meg? Na vedd le a nadrágot, Fadi! Legalább most már nyugodtam magam. Jó, lehet a szoknya! Adjátok a férdre! Hozhatunk szoknyát! Legalább most már lenyugodott. Ha hiszettek! Eddig is csak a pajzsot mentem meg. Valósan én megmondjak itt az éjszakiek, én hogy harcolok. De jó ez a mozgás, várjász, hogy jön? Hozhattunk volna ma neked egy kis váltóruhát, akkor te is részt vehettél volna a harcokban, de tudom, hogy szeretsz harcolni. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem? Ki? Ezt pont most hagytad volna ki? Igen. Hát... Most? Biztos, hogy nem. Reméljük a vendég fog, a vendéglátók nem sértődnek meg, hogy nem harcolunk. Tele vagyok fáradtsággal. Most nem menne. Pff,
Most láttam, hogy ez ki van törve. Azt hittem csak, hogy megfagyott. De azt látom, hogy meg van derben. Mikor? Ma készítette vele. Most direkt hagytam magad, hogy kiért magad. Valangyad? De... harcból nincs előjük. Valangyad? Egy láncsát? Tudok adni egy jó helyen tartja. Már eljöttem valamire. Majd mondom. Majd mondom. Jó. Én ugye nem fadé. Arra gondoltam, hogy... arra gondoltam, hogy lehet, hogy... Ez én. Visszatérnék. Mit? Menj, menj. Igen, mindenféleképpen. Katalin, kiállsz valamit? Valami volt? Köszönjük. Kiállsz valamit? Akkor illedelmesen köszönjünk el a vendéglátóinktól. Mondom, illedelmesen köszönjünk el a vendéglátóinktól. Igen. Nekem túl erős a... Valakinek biztos hol vagy, Katalin? Ja, persze, biztos van. Nálam azt szem van. Itt van egy láncsa kölcsön, Katari. Hol? De nekem a... Tessék. Talán ez kevés lesz. Hát szálljunk egyet. Több pillanat el kéne találnom. Na, köszönjük. Bocsássanak meg, nagyon szép volt az esküvő, remélem majd a torta is ugyanolyan ízletes lesz. Mi visszatérünk Ankelóniába, és hosszú és boldog életet kívánunk maguknak az istenek fényében. Köszönjük, biztonságos utat hazafelé. És köszönjük, hogy eljöttek. Számunkra megtiszteltetés. Dino? Jó utat, kocsmáros, majd küldj el a számlát a javításáról a ruhájának, az öcsében. Majd megbeszéljük okosba, de köszönöm a felajánlást. Jó utat! Jó, köszönjük! Itt egy lányzsa.